És ismerkedjük meg akkor a mezőnnyel. A színfalak mögül érkezik Jevgenyi Kulikov, Oroszország, övé az egyes pálya. Az orosz bajnokság második helyezettje. 3 perc 50 másodpercet tud. Legalábbis most, ebben az évben 3 perc 50,80 század másodperc, ez az egyéni csúcs. Gabriele Detti, Olaszország, övé a kettes. És itt van Kis Gergő, a kétszeres világbajnoki bronzérmes Kis Gergő. Aki, mondom, jókedvű, önbizalommal teli, munkában van persze, mert Londonra készül, de hát azért itt szeretne nagyon jól úszni, és miért ne tenné? Samuel Pizzetti, Olaszország, következik, jövő a négyes pálya. Öt Gergő 800-on Eindhovenben megverte, harmadik lett, aztán a Margit-szigeten és 1500-on is elcsípte a bronzérmet. Paul Biedermann ennek a versenyszámnak a nagy királya. A németek kitűnősége tartja a világrekordot. Világbajnok Rómában, 200-on, 400-on, Európa bajnok. És itt van Rákos Patrik, aki majd Kis Gergővel úszik a Veszprémiek úszója, a Balaton úszóklub sportolója Kis Gergő. A Rája 94 nevű klubban úszik, és hát azt várjuk tőlük, hogy nagyon-nagyon küzdjenek a minél jobb helyezésért. Sébastien Rouault, a franciák versenyzője, 800 és 1500 bajnoka Budapesten, Európa bajnoka, és jön Robert Renick, aki az európai ranglista vezető. És a világranglistán is a 6. helyen áll, 3.46.73. 3.46.73, 400 méter teát Kulikov, az egyesen Detti, a kettesen Kis Gergő, a hármason alulról a harmadik pálya, Samuel Pizzetti a négyesen, Paul Biedermann a nagy esélyes az ötösön, Rákos Patrik a hatoson, Sébastien Rouault a hetesen, Robert Renick, Nagy-Britannia a nyolcason. A hármas és a hatos pálya. És persze hát figyeljük majd Pizzettit és Biedermannt is. De hát azért Rouault és Renick is okozhat meglepetést, főleg a brit fönn a 8-ason, ahol nem biztos, hogy figyelnek rájuk kellőképpen. Úgyhogy Kis Gergő elkezdte, még mennyi óvatosan kezdte el a versenyt, az olasz Detti a kettesen, az élen, és talán Robert Renick ott fönn a britek kék sapkában úszó versenyzője a második helyen. Ott van mellettük, Rouault és Renick mellett, Rákos Patrik egyel beljebb a hatos pályán, 26,92 század másodperc. Ez viszonylagosan erősnek mondható, de hát nyilván lesz az majd más is, lesz az majd nagyobb iramú verseny is. Itt látjuk Gabriele Dettit, az olaszok 17 éves versenyzőjét, a livornói fiú viszi a mezőny, de eközben Sébastien Rouault is elindul ott fönn, fehér sapkában, hogy nehogy véletlenül valami baj érje, vagy baj érhesse, hogy meglepetés érhesse. Két olasz az első áraman, Pizzetti és Detti Rouault mögött. Rákos Patrik a 8. helyen fordult, Kis Gergő pedig az 5. 56-55, Rákos Patrik kerek 57 másodperc. Nem tudom, hogy Patriknak a délelőtti egyéni csúcs után, a 3.52.58 után marad-e még ereje, energiája, hogy ezt tovább javítsa. Hát remélhetőleg igen. A hármason Kis Gergő megy a többiekkel. Rouault, Pizzetti, Kis Gergő már a 3. helyen. Már a 3. helyen Gergő. És azt nézem, hogy Rákos Patrik egy helyet javított, egyen erőre lőtt, és a 7. helyen fordult. Egyelőre azt lehet látni tisztán, hogy Rouault vezet egy testhosszal, vagy jó testhosszal a többiek előtt, de tudjuk, hogy Kis Gergő a táv vége felé, a táv második felében, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az utolsó százon elképesztő, hogy milyen teljesítményre képes. Most Rouault vezet, még mindig vezet, de Kis Gergő jön föl, olyannyira jön föl, hogy a kitűnő forduló után és a delfinezés után most már átteszi a vezetést. Kis Gergő az első helyen e pillanatban.
gyerünk Gergőként, gyerünk, meg kell csinálni, csak a közönségtől hiányolom azt a hangulatot, azt a szurkolást, ami kell egy ilyen Európa-bajnoksághoz. Nem tudom miért, Kis és Rúó a falnál, aztán Pizzetti is ott van Kis Gergő mellett. Ők hárman, lehet, hogy ők hárman fogják eldönteni majd a versenyt a 400 méteres gyorsúszásban. Egyelőre Kis Gergőt hajszállal előrébb látom a többieknél. Rúó azért tartja magát ott fönn, és úgy látszik, hogy Pizzettivel kell nagyon-nagyon harcolni. Hol van Rákos Patrik? Igyekszik ő is már a hatodik helyen. Már a hatodik helyen, és Gergő pedig a második, harmadikon. Vezet az olasz Pizzetti. Második, harmadik, Kis és Rúó. Nagyon kicsi köztük a különbség. És most már az utolsó 100 méter következik. Az utolsó 100, most kell Gergő. Kicsit ráhúzik a kötélre, de talán ez nem probléma. Pizzetti az első, Kis Gergő a második. Rúónak, mintha elfogyott volna az ereje. Biedermann is indul most már. Elindul Biedermann. Figyelni kell rá, vigyázni kell rá. Gyerünk Gergő, gyerünk, Pizzettivel megy. A második helyen Kis Gergő, akkor, amikor 50 méter van még hátra. Pizzetti vezet, nem sokkal, és Biedermann nyugodt tempókkal, hosszú nyugodt tempókkal, most kell megnyitni a hajrát, Gergő, meg is nyitja a hajrát. Gyere Gergő, gyerünk Gergő, gyerünk a közönséged is, emberek, Biedermann nagyon jön, rettenetesen jön ott fönn. Gergő kicsit fáradni látom, de remélem, hogy bírja még az utolsó 15 métert. Első Biedermann, második Kis Gergő, harmadik pedig Pizzetti, igen. Egy érem az elejére. Egy ezüst érem az elejére, Kis Gergő. Paul Biedermann, az Európa bajnok. 3.47.84-jel. Kis Gergő a második. 3.48.09. Azért szívszaggató volt a vége. Paul Biedermann 3.47.84-jel tudott győzni, és ő éppen a legjobbkor vezetett, az utolsó hosszon vett át a vezetést. Német győzelem és magyar ezüstérem. Szemmel Pizzetti a harmadik, Rákos Patrik 3.52.80-nal, tehát majdnem az egyéni legjobbját beállítva a nyolcadik helyen végzett. Az első döntő is rögtön van magyar érmünk, Kis Gergő a birtokosa itt van velünk, hát ennél jobb kezdéssel azt hiszem, hogy nem is nagyon álmodhattunk. Boldog vagyok. Visszanéztem az érmény életőszi táblára, és láttam, hogy dobogóra kerültem, azt meg sem néztem, hogy a Biedermann mennyivel nyert körülbelül. 2-3 tizeddel nyert körülbelül. Mondom, semmi probléma nincsen. 400 gyorsan van egy ezüstérem, ez itt a lényeg. Mit mondott neked az edződ az előfutam után? Nem beszéltünk ilyen 400 gyors, hogy kezdjem, hogy mire figyeljek. Azt mondta, a végén hajrázzak. Ennyi volt a taktika. Gratulálok akkor is, sok sikert a 800-ra is.